Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A szerelem kertje. Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Liviana számára. Kedves Liviana, üdvözöllek téged, ez a te felvételed, és kezdeném asztrológiával, mégpedig az indiai számítás szerint. Te nem tudod, hogy hány órakor születtél, ezért nem tudom mondani, hogy mi az aszcendentusod, az életházakat sem lehet megállapítani, viszont látom, hogy hol vannak a bolygók, hol van a napod, a holdal, az nem olyan egyszerű, mert hold elég gyorsan mozog, és itt kellene az időpont is. De tudom, hogy a hold a halak jegyében van, mert úgy középen található, tehát ebben biztos vagyok, hogy az indiai számítás szerint a holdad ebben a jegyben van. A napod a kos jegyében található a Sravana holdházban. Ez a holdház sast jelent. Az számodra azt mutatja, hogy átlátsz a dolgokon. Vagy te tudsz tervezni, amit te a jövőben el szeretnél érni, mert megvan ez a messze tekintés. A kos jegye segít abban, hogy elérd a céljaidat, és elismerést kapj az életben. Jelenleg itt a bak jegyében mozog Szaturnusz bolygó, kihat a te személyiségedre, a te életedre. Itt lesznek sorsdöntő fordulatok, vagy kapcsolatok, az is lehet, hogy sorsdöntő változások lesznek nálad. A holdad a halak jegyében található. A halak jegye a víz eleméhez tartozik, és a víz eleménél érzelmekről van szó. Itt a halak jegyében tanuljuk meg azt, hogy áttegyük magunkat a félelmeken, a bizonytalanságokon, és bízzunk magunkban, vagy másokban, vagy az isteni hatalomban. A holdad az Uttarapatra holdházban található. Az azt közli veled, hogy néha fontos egy pillanatra megállni, és tisztítani a gondolatokat és az érzelmeket. Mars bolygó mutatja a te erődet, de a lelki társadat is. Mars a szűz jegyében található, itt kell, hogy minden rendben legyen, van itt gyógyító hatás is, de a szűz jegyénél előfordulhat az is, hogy valamit kritikusan nézel, és bizonytalan vagy. Kell ez a bátorság, hogy indíts valamit. A Mars bolygó nálad a hasta holdházban található. Lefordítva ez kezet jelent, és azt közli veled, tedd kezedbe a dolgokat, légy bátor és tevékeny. Ez a holdház Vindemiatrix csillag hatása alatt áll. Ezt a Vindemiatrix csillagot a rómaiak, a görögök nagyon értékelték, mint a bor istennője. Mutatja a vidámságot, a zenét, a táncot, és ebben az irányban tudsz aktív lenni. Merkur bolygó nálad visszatekintő, ez utal a múltadra, gyakran kármikus témákra.
Merkur bolygó szimbolizálja a gyermekkort, az ifjúságot is. Tehát itt vannak emlékek. Merkur bolygó nálad a bak jegyében van, az arra utal, hogy a szülői ház szigorú volt hozzád, és nem tudtál úgy kibontakozni, ahogy szerettél volna, mert voltak korlátozások. Ez a bak energia, ez a csillag jegy később segít neked, mert vannak feladatok, amit te elvégzel, vannak céljaid, nem adott fel, megvan ez az erő hozzá, és a türelmed is. Merkur bolygó szintén a Sravana holtházban található, ami sast jelent, ezt a madarat, ugyanúgy, mint a napod. Jupiter bolygó, a szerencse bolygója, adja számunkra a lehetőségeket. De Jupiter bolygó hatása alatt előfordul, hogy valamit mi eltúlozunk, mert Jupiter mutatja a nagyságot. És van egy fontos közleménye számodra, mégpedig az, hogy legyél biztos abban, hogy értékes vagy. A belső nagyságoddal. Nem csak a Jupiter utal erre, hanem a Szváti Holtház. Jupiter a te horoszkópodban, a mérleg jegyében van, a Szváti Holtházban. Szváti az a szanszkrit nyelvből jön, és azt jelenti lefordítva szvá, te, a te személyiséged, és áti, a te lelked. Itt mindkettő így összekapcsolódik, és Jupiter mutatja ezt a nagyságot nálad, hogy milyen jó lelkű vagy, és milyen értékes, ez kell, hogy tud, és a mérleg jegye kihat rád, így találod meg a belső egyensúlyodat. Vénusz bolygó az a szerelem bolygója, egy nőies energia mutatja a te szépségedet, nőiességedet. Vénusz bolygó a horoszkópodban visszatekintő, ez utal a múltadra, itt vannak nálad kármikus témák. Vénusz bolygó a horoszkópodban a bak jegyében van. A bak jegye a fiatal korodban korlátozásokat mutat. Vagy azt jelenti, hogy te nagyon visszahúzódó voltál. A későbbiekben a bak jegye segít abban, hogy itt kialakuljon egy tartós, értékes párkapcsolat. A Vénusz bolygó az Uttara Sada holtházban van, és az azt közli veled, hogy higgy abban, hogy te eléred a céljaidat, higgy abban, hogy te egy boldog párkapcsolatban élsz, de légy magabiztos, és biztos abban, hogy te értékes vagy, és te ezt a szerelmet, ezt a kívánságot megérdemelted. Mivel Vénusz bolygó visszatekintő, itt vannak nálad kármikus témák. Egy régi szerelem visszatér, és te értékes vagy ezt a szerelmet, ezt a lelki kapcsolatot élni, és boldog lenni ebben a párkapcsolatban, ebben a lelki szerelmi kapcsolatban. Szaturnusz bolygó a sors bolygója, és őrzi a kármát, a kármikus témákat. Szaturnusz bolygó megleckésztet bennünket. És mi a te feladatod, a te házi feladatod, azt mutatja a Sitra holtház.
Szaturnusz bolygó a szűz jegyében van, a Sitra holtházban. Ez a holtház Spica csillag hatása alatt áll. Spica csillag azt jelenti, ha mi valamit elvetünk, ha mi valamit kezdünk, az gyümölcsözni fog. Ebben kell hinni. Erősíti a hitedet. De mint a természetben is, ez a gyümölcs nem azonnal látható, hanem kell a türelem. Türelem rózsát terem. Ez a te leckéd. Ezek voltak a személyes bolygók, de vannak még a külső bolygók, mint Uránusz, a Szkorpión jegyében, Neptun a Nyilas jegyében, és egy visszatekintő Plutó bolygó a Mérleg jegyében. Most megnézzük az elemeket. Van a tűz eleme, ez mutatja a lelkesedést, a bátorságot, a föld eleme, a reális dolgokat, a vagyoni dolgokat, a biztonság érzetét, a levegő eleme mutatja a könnyűséget, a kommunikációt, az ötleteinket, és a víz eleme utal az érzésekre. A te horoszkópodban, ha Szaturnusz bolygóig, tehát a személyes bolygóig ezt tekintem, a föld elemében van a napod, Mars bolygó, Merkur bolygó, Vénusz bolygó, Szaturnusz bolygó, tehát ez nagyon a középpontban áll. A levegő elemében van Jupiter bolygó, és a víz elemében van a holdad. Hiányzik a tűz eleme. Ez nem baj, mert a legtöbb horoszkópban így van, hogy hiányzik egy elem, de akkor azt másoktól vesszük át. A tűz eleme a bátorság, a lelkesedés, a szenvedélyek. És most a kapcsolatok. A horoszkópodban a nap és a hold között van egy jó kapcsolat, holott nem tudom, hogy hány grádon volt a holdod, mert nem tudom, hogy hány órakor születtél, de itt a föld eleme és a víz eleme harmonizál egymással, az utal a belső harmóniádra, Mars bolygó és Merkur bolygó között van egy trigón kapcsolat a föld elemében, ez nagyon jó, ez szerencsét hoz neked, itt mutatja a te erődet, a kommunikációt, de a társkapcsolatot is. A hold és Jupiter bolygó között van egy kapcsolat, egy úgynevezett quincunx aspekt, ez bizonytalanságokra utal, akkor, ha a lehetőségeket kell, hogy nézzed a sors utadon, gyakran nem hiszel ebben, vagy visszahúzódol, vagy azt gondolod, hogy másoknak van szerencséje, nekem nincs. De ez a quincunx aspekt, ez a kapcsolat, ezt pontosan megállapítani, hogy a Hold és Jupiter bolygó között tényleg ez a quincunx aspektus van, ehhez kellene, hogy tudjam, hogy hány órakor születtél. Vénusz bolygó és Neptun bolygó között van egy fél szextil kapcsolat, ez segít, ez közel áll hozzád. Itt az álmokról van szó, hogy higgy abban, amit te elképzelsz a kreatív munkád által, vagy a párkapcsolat területén. Ez adja neked a belső erőt, ezt mutatja a Plutó-Neptun kapcsolat. És most a jóslás, a szerelem kertje. Ebben a parkban van egy szerelmes pár, ez a hölgy szimbolizál téged, és ez az úr szimbolizálja őt. Először megnézzük a te érzelmeidet. Itt a víz eleme mutatja az érzéseket. Mély érzések.
A hold utal az anyai érzelmekre is, de azt is, hogy miről álmodozol. Mert a vágyak, az álmok, az a hold hatása alatt van. Szép érzelmek, mély érzelmek, nagyon romantikus, vannak vágyaid és álmaid vele kapcsolatban. Az ő érzelmeit itt ez a kisgyermek mutatja, az lehet, hogy olyan ártatlan, az is előfordulhat, hogy van ilyen vágya, hogy legyen köztetek egy párkapcsolat, családalapítás, gyermekek. Ez a kisfiú itt jelent egy új kezdetet is. És az ajándékok. Te, mint egy ajándék beléptél az ő életében, és ő szeretne veled egy új kezdetet. A gondolatok. Mi a gondolatod, vagy miről kellene, hogy elgondolkozz, ezt mutatja ez az utazás. Ez az utazás lehet egy nyaralás, vagy külföldi kapcsolatok. Lehet kereskedelmi kapcsolat is. De ez az utazás jelent egy belső utat. Hogy miben hiszel? Hiszel ebben a szerelemben, hiszel ebben a párkapcsolatban. Azon kívül ez az út lehet egy lelki út is. A múlttal áll összefüggésben. Egy kármikus kapcsolat. És ha most így a kármánál vagyunk, visszatérve a horoszkópodra, a te horoszkópodban a felfele mozgó holdcsomó Ráhú az ikrek jegyében van. Ez a felfele mozgó holdcsomó mutat egy kármikus utat, egy sors utat, amit a te lelked kiválasztott, de nem ismer. Erre az útra szükséged van, de itt bizonytalanságok vannak, mert nem ismered ki magadat. Jelen pillanatban ez a holdcsomó, ez a felfele mozgó holdcsomó az ikrek jegyében mozog. Októberig, ez év októberig, tehát vannak nálad kármikus témák. Egy új út, új kezdet, újdonságok, vagy egy kiút. Nem tudom, hogy melyik életterületen hat rád, mert ahhoz kellene tudnom, hogy hány órakor születtél. Kétú, a lefele mozgó holdcsomó, szintén egy kármikus csomó, mutat egy sors utat, egy kármikus utat, amit a te lelked ismer, mert ezen az úton már voltál. Itt kiismered magadat. Itt vannak az emlékek. Mindaz, amit átéltél a korábbi életedben. A te horoszkópodban ez a nyilas jegyében van. Tehát vannak utazások, külföldi kapcsolatok, vagy egy belső út, egy spirituális út. Jelen pillanatban itt mozog a lefele mozgó holdcsomó kétú, ez év októberig. Tehát októberig vannak nálad kármikus témák. És ez a kép utalhat erre is. Egy nagy utazás, egy lelki út. Az ő gondolatai itt. Ez a jó indulatú férfi mutatja azt, hogy jó gondolatai vannak, hogy megbízhatsz benne. Van ez a gyermekes, lelki, belső erő is. De kifele mutatja az erejét. Tehát az oroszlán az nagyon-nagyon bátor. Belülről nem olyan bátor. Milyen hatások vannak rátok? Itt ez a kereszt természetesen utalhat vallási témákra is,
de mutatja a sors utat. Amikor a sors utak kereszteződnek, valaki visszatér hozzád a múltból. Az is lehet, ahogy én gondolom, hogy vele van egy ilyen kármikus szerelmi kapcsolat, és ti ismeritek egymást a korábbi életből. A lelketek összetartozik. A lelketek az emlékszik erre a múltra, és ez egy lelki kapcsolat mély érzésekkel. Milyen hatás alatt áll ő? Itt ez a börtön, ez nem szó szerint börtönt jelent, hanem ő fogva érzi magát. Vagy a munkahelyén, vagy a családi kapcsolatokban, vagy a félelmei tartják így fogva. Mi fog történni nálad? Mi az, amit átélsz a következő hetekben, hónapokban? Ez a ház az utal az otthonodra, utal családi témákra, de az is lehet, hogy te megalapozol valamit. És mi várható tőle? Itt lesz egy meglepetés, egy ajándék. Ebben a parkban van egy szökőkút, és mutat egy irányt, mégpedig azt, hogy mi a jövő, mit várhatsz el tőle. Itt egy házasságról van szó. És most megkérdezem az ingát, szeret ő téged? Igen, nem, vagy talán. Ha az inga jobbra fordul ki, akkor az azt jelenti, igen, ő szeret téged. Ha az inga balra fordul ki, akkor az azt jelenti, ő nem szeret téged. Ha az inga megáll, akkor megállnak az események, és minden olyan bizonytalan. A válasz, igen, ő szeret téged. És most egy meglepetés. Te írtad, hogy őt hogy hívják. A nevéből annyit tudok számodra közölni. Ő szeretne mindig a középpontban lenni. Ha elismerést kap, akkor megvan ez a belső ereje, a belső egyensúlya. De ő nem akar egyedül lenni, egyedül élni, hanem ő hisz a párkapcsolatban, és ez a kívánsága. De ő nagyon óvatos, vannak félelmei, és át kell rajta tenni. Tehát elbúcsúzni a múltjától, ezektől a félelmektől, és ha ez sikerül, akkor érzi az ő belső erejét. És pontosan ez az ő kisugárzása. Ha így van, akkor sikere van az életben, nem csak a szerelmi élet területén, hanem ami a munkáját illeti, megvan hozzá a fellépése. Kedves Liviana, így tudtam a kérdésedet megválaszolni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!